Jól kezdte a mérkőzést a hazai csapat, az első negyedet 5 ponttal nyerték a kék cápák. A második 10 percben újabb 1 pontot tett hozzá előnyéhez a házigazda. A harmadik negyedet nagyon megnyomta Siska János együttese, a záró szakaszt 15 pontos előnnyel kezdte a Blue Sharks. A győriek azonban faragni tudtak hátrányukból, így a nyíregyháziak végül 7 pontos előnnyel várhatják a visszavágót. Maximálisan elégedett vagyok, azt kértük a fiúkkal, hogy görcs nélkül jókedvűen játszanak, mondtuk, hogy mindenki pályára fog kerülni, ugye nálam majdnem mindig két fiatal a pályán volt, úgyhogy maximálisan elégedettek az eredménnyel. A győri csapat edzője elégedett volt a 7 pontos különbséggel, viszont bosszankodott a sok kihagyott tiszta dobóhelyzet miatt. Láttam őket a Magyar Kupán Győrbe játszani, tudtam, hogy ilyen agresszívan és ilyen felállásban és ilyen szerkezettel fognak játszani. Próbáltunk ellenük készülni, de sajnos a sok sérültünk miatt kicsit hiányos szerkezettel, de így tudtunk sajnos ide érkezni. Én úgy gondolom, hogy a fiúk megtettek mindent, amit szeretünk volna, bár ez a sok kihagyott két pontosért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szomorú vagyok. Az 5.-6. helyről döntő párharc második meccsét pénteken rendezik Győrben. Nyíregyházi győzelem vagy 7 pontosnál kisebb vereség esetén Siska János együttese szerzi meg az NB1-ben 5. helyét.